sikeressá vált, szinte minden korosztályt megjelenítő 5 éves bemutató műsorán, amelyben fellépnek az együttes táncosai. Ez a műsor egyben számadás is arról, hogy ebben az évben milyen táncanyaggal foglalkoztak, mi is történt velük az idei esztendőben, mennyit ügyesedtek, fejlődtek az előző évhez képest. A számadást a legkisebbekkel kezdtük. A Pöldői óvodás csoportjába tartozók a közösségek házában hetente egyszer találkoznak és játszanak egy nagyot. Aprócska gyerekek, de annál lelkesebbek. Kis ízelítőt adtak abból, amit a foglalkozáson tanultak. Őket követi a Városi Kispöldői csoport. A zeneiskola keretein belül járnak táncolni hetente egyszer. Nagyon lelkesek és tehetségesek, így idén már részt vehettek a megyei versenyen, ahol az élményszerű játékukért kaptak díjat. Élményszerű játékukat most önöknek is megmutatják. Övék a vár! A legkisebbek után a kispöndőjel folytatjuk, akik egy mesét mondanak el önöknek. Az egredi lánykő története talán sokak számára ismert, de most nézzük meg, hogy a tánc nyelvén ez hogyan jeleníthető meg a színpadon. A kispöndőjös táncosok az idei nyáron nem csak a szokásos augusztusi táborukba mennek, hanem egy sikeres pályázat keretein belül Szlovákiába, Várhosszúrétre utaznak, ahol egy hetes ingyenes táborozásban vehetnek részt. Reméljük sok szép élménnyel és tudással térnek majd haza. Mai műsoruk címe Egredi Leánykő, kísér a Vörösrezes Banda. Bye.
szól. A szülők megátkozták őket, ha még egyszer mennek találkozni, azon a helyen váljanak őré. Simon Luca.
Taníti csárdással és korcsossal kapott díjat Blesszák Tamara Mút Ádám, László Rebeka Szilágyi Máté, Takács Katalin Zsoldos István. Györgyfalvi csárdással és szaporával kapott Szalóki Petra Ignác György Krisztián, Kirsára Budaházi Szabocs, Kugelman Panna, Almájer Fanni, Pannár Bakó Bence, Fanni Polics Márkó fogja kísérni. Lássuk a díjazottakat! Thank you.
Barbara, akik az elmúlt hétvégén Balatonboglári Meetup Fesztiválon jártak. A hosszú hétvégén eltöltött remek 3 nap után alig várták, hogy bemutatkozhassanak önöknek új koreográfiájukkal, amelynek ötletét a bukovinaiak táncai és a hozzá kapcsolható naptári nevek adták. Műsoruk címe, ez az Ádámé, ahogy valahány név a bukovinai naptárban. Fogadják őket sok szeretettel! Thank you.
Fehér mezőpaníti táncokat tanult ebben az évben. Azért, hogy a táncanyaghoz még közelebb kerüljenek, el is utaztak Erdélybe. Élménydús napokat töltöttek ott. Együtt táncolhattak, énekelhettek a paniti idős táncos mesterekkel, barátkoztak a kinti fiatal táncosokkal, megnézhették, hogyan készül a lányok ruhájához szőtt anyag. Igazán meghatározó élményeket kaptak ahhoz, hogy ezt a gyönyörű táncot élményszerűen tudják táncolni. Koreográfiájuk címe, édesanyag sok szép szava.
éres lányok látva, hogy a fiúk egyre jobban járják a táncokat, elhatározták, hogy ők is megmutatják, mit tudnak. Összeálltak 8-an, és elkezdtek énekelni. Különböző eseményeken és versenyeken mutatkoztak be, egyre sikeresebben. Sokat gyakoroltak, vidáman, lelkesen, nem ritkán hangosan énekeltek, és énekegyüttesük a Réti Pipitér több sikert is elért. Legutóbb május 19-én Érdem a Tiszán innen Dunántúl országos népeléneklési versenyen nyertek el kiemelt aranyminősítést. De szeretnék! De szeretnék címmel Búzai a szállítás hallhatnak tőlük a járomzenekar kíséretében. Fogadják őket sok szeretettel! Yeah.
már szeretik az ott élőket és táncaikat. Szeptembertől a picipöndő is ezzel a tánccal foglalkozott, a nagypöndős pipitéres és picipöndős fiúk csütörtöki próbáikon e falunak a férfi táncait tanulták. Ennek a munkának a gyümölcsét most láthatják. A zömében református vallású Györgyfalvának egy az emberi élet forduló pontjához tartozó szokását láthatják a színpadon. A fiatalok bűnkös táján erősítik meg hitüket az egyház felé, a családok együtt ünnepelnek, tartanak mulatságot. Szokás és a táncok bemutatásán túl szeretnék a táncosok és a koreográfusok azt is megmutatni, hogy a pöndő is egy nagy család, ahol nem gond együtt táncolni, mulatni a különböző korosztályoknak, műsorok címek konfirmálás után. Az első folyamán a koreográfiákat készítették, táncosokat, énekeseket tanították, Kész Ildikó, Németh Csilla, Potpác Beáta, Ruzsinszki Emma, Deák Péter, Kész Zoltán. A gyönyörű viseleteket varrását, előkészítését köszönjük Hegedűsné Drimba Melindának, Veres Orsolyának és a Rimóci házaspárnak. A talpalával ott az este folyamán a járomzenekar biztosította. Ő 2018. Június 8-án pénteken 18 órakor színház és a hangversenyteremben mutatják be első virtuális lemezük anyagát Saját utakon címmel, merre mindenki szeretettel várnak. Remélem, önök legalább olyan jól szórakoztak, mint mi táncosok. Megköszönjük szíves figyelmüket, remélem a következő bemutatón is találkozunk. Kívánok szép estét, Valgárika vagyok a Pipitérből, műsorunk címét tessék komolyan venni, és ha tetszett táncunk, a jövőben tessék megpróbálni. Thank you.
Thank you.